akik lottóhúzás van, 3 milliárd 800 ezer, nem én húzom sajnos, de aki megtette ezen a héten a 20-as számot, ugye 20-20, aki megtette a 7-es számot, vagy 7-edik, aki megtette a 18-as, mert van január 18-ban, tehát 27-18, ki az, aki játszik ezekkel a számokkal? Senki. Ki az, aki megtette az anyósai számát, illetve az apukának a számát, és így ki fog jönni az 5-ös találat. Úgyhogy ha valaki nyer ezekkel a számokkal, az hívjon föl, és akkor megbeszéljük a többieket. Nos, hölgyeim és uraim, ilyen kis bemelegítő után akkor valóban egy jó 3 órás szórakozást kívánok önöknek. Lesz itt ebben minden a következő 3 óra elhúztában, de főleg olyan énekesek, akik már visszajárnak ide. Mondtam nekik, hogy új dalokat hoztanak, ne legyen unalmas ez a jó kis 3 óra hossza. Úgyhogy elsőként fogadják szeretettel azt a fiatal ember, aki alig 23 éves, ő a megálmodója, kitalálója ennek a mai alkalomnak, illetve az előző 6-nak. Fogadják nagy szeretettel házigazdaként Tóth Bácsai Árpádot! Oh.
Köszönjük szépen! Meg is vagyunk Tóth Mácsai Árpi Bátyáttal. Köszönjük, hogy ilyen a zenekar. Köszönöm szépen. Szóval elindultunk, és arra közben azért, hogy hátul még úgy szervezgetni kell, mert az imént megnéztem azt a hölgyet, és majd most örök szembesülnek be, akiről az imént mondtam, hogy ő mondta, hogy még egy picikén beszéljek. De megérkezett Csinos, és pont arról beszélgettünk a függöny mögött, hogy mindenki azért új dolog, új ruhák, meg hát új frizura, ilyenkor mindenki készül, minden egyes fellépő, és ilyenkor még, hogy hanyadik vagyok, hova megyek, mikor megyek, még így azért osztják az észt nekem is. Mindenesetre jöjjön egy olyan hölgy, aki annak idején ott volt a Szolnok TV Nóta verseny 1-2-3-ajában, és utána nagyon sokat énekelt. Fölkapták a média is, a rádió, a tévé. Tiszaföldváról érkezett Vince Zsuzsi.
Zsuzsi kukkal hallottunk, most meg egyből szólt a mikrofonom. Szóval mindenki jól ül. Lassan most már melegezt a terembe, úgy látom, kezdünk bemelegedni. Nézek, hogy nagy kabát van-e még valaki. Nincs már nagy kabát, lassan mindenki. Ott még van, ott hideg van az elején. De ma nem baj, majd most jön egy olyan fiatal ember, aki biztos, hogy ezt a jó kis termet még jobban bemelegítik, ugye? Jász nagy Szolnok megye. Nagyon szép már maga ez a megyének a kiírása is. Majdnem akartam mondani egy képviselőnek egy mondását, viccelődni szokott két politikus, és ugye, hogy most Szolnok, vagy Kun, vagy Jász, és az egyik szokta mondani, hogy figyelj, hát a megye is Jászszal kezdődik, mire a szolnoki megsértődik erre, hogy elnézte a, ezt úgysem veszünk itt föl egyébként, illetve fölveszünk, de ezeket tudjuk vágni, szóval ezeket ők nagyon jól el szoktak egyébként lenni, és akkor még a kunokról nem is beszéltünk, mert a kunok ugyanolyanok, mint a Jászok, tehát hál' Istennek itt én most már eléggé közelről ismerem, nem olyanok a kunok, mint a Jászok. Már ugye a fejükben, amit a fejükben vesztek, azt kisemelik belőle. Tehát ebből a szempontból kapitánynak tudna erről beszélni, mert ugye ott is vannak hagyományai. Mi meg is Szolnok ilyenkor, a kettő között ugye viccélünk egyébként, de hál' Istennek az öntudatnál, a jó egészséges öntudatnál is jobb. Na most egy ugyanilyen fiatal ember itt a színpadra, akivel néha szoktam egyeztetni különböző dolgokból, néha letolni, ha én mondom, hogy ezt énekel, azt énekel. De hál' Istennek, hogy elindul az autók, hogy mondjam, forgatagából egyszer csak elkezdett nem csak autókat javítani, hanem énekelni is. Jó tette, fogadják nagy szeretette ezt, Truhala Józsefet! Thank you.